Nézzük meg, hogy történik. Mappon DLC. Nem tudom, miért kell elmenteni minden nyitás után, de... ez annyira idegesítő, és honnan tudjam, hogy miből nincs elég. Ma maximum van, már a harmadik fejezetben maximum volt a személyiségem, és még mindig kapok. Ez viszont hasznos, a munkát lehet fejleszteni. Hasznos. És persze, hogy nincs hely. Melyiknek nincs hely? És közben mindent átdobok, mindjárt egy dobokba, aztán nem látom, hogy mire van a kezedbe. Fejleszthetjük szépen a karaktereket. Ennél még nem voltunk. Ennél sem voltunk. Hamarosan meg lesz a 10. Most komolyan? Jó, egy 50.000-es pesgőt, hogy csesznéd meg te, tárhatatlan bunkó. Minden esetre gyorsabb ez, mint a régi osztos küldetések. Ki szokott itt akadni, innak visszatöltöttek a karakterek, jól le is részegedtek, megint cseszhetem majd a következő harcot. Ne, az éttermeket már végig futkoztam. Na szóval röviden ennyi lenne az új Yakuza játék, az új irány. Ennek is jön a folytatása. Jön a Kiryus folytatás, ami 6. és a 7. vagyis ez a rész között játszódik. Jön a 1700-as években játszódó sztori. Aztán jön a Judgment, az egyik, nem tudom, hogy nem egyértelmű, hogy a spin-off, és ebben a világban játszódik, vagy csak ugyanezek csinálták, és ugyanaz a játékmenete, mint az eddigieknek, de tök mindegy, az jó lesz, azt nagyon várom. És minden esetre én csak ajánlani tudom, nagyon jó játék, aki a JRPG-ket körökre osztott Final Fantasy-szerű harcrendszereket szereti, az biztos, hogy jól fog szórakozni. A többiek, nem tudom, hát értelemszerűen, aki szereti. Mondanám, hogy kicsit csalódás számomra az előző részekhez képest. Részben a harcrendszer miatt is. Nagyon jó, csak én jobban szerettem a másikat, tehát ezért nem is nagyon szidom. Viszont a sztori az enyhén szólva, az nagyon sokat vesz az előző Kiryus történetből. Például az első Yakuza játék is azzal kezdődött, hogy ártatlanul, de önként bevonult a börtönbe, hogy valakit mentsen, itt is.
visszajött, aztán az volt a szemét, aki miatt bevonult, itt is visszajön, lelődi a főnöket. Kicsi spoiler. Aztán persze, most még nem vagyok a sztori végén, ki tudja, mi derül ki, de előre tudtam így a visszaemlékezésekből, meg az egyebekből, hogy azért lövi le, hogy megmentse. Tehát ez egy tök nagy fordulat, tök egyenlítő dolog 20 évvel ezelőtt, vagy 10-15. De most már majd 7 Yakuza játékkal később, így már nem érzem ezt eredetinek, és ez egy tök irreális dolog azért alapból, milyen gyakran történik, szerintem még a Yakuzák világában sem gyakori az ilyesmi, de mégis ezt csinálják, tehát ennek ellenére a sztori nagyon jó, nagyon összetett, de nagyon el van nyújtva. Előzőek is el voltak azért nyújtva, de itt tényleg nagyon érzem, hogy sok kicsit túl van tolva. Ennek ellenére, aki szereti a lassan építkezős történeteket, annak mindenképp ajánlani tudom, mert az utóbbi évek tényleg egyik legjobb játéka. Ahogy az egyik fórumon is írták, hogy nagyon köszöni a CD Projekt Rednek, hogy az év játékélményét, mert mivel ők elhalasztották a játékot, ezért megvette ő inkább a Yakuza Like a Dragon. Kb. Ez jó körbeírja, hogy mennyire jó játék, hatalmas nagy város, rengeteg lehetőség. Hát aki az ilyesmiket szereti, akár több tíz vagy több száz órát elülni egyetlen játékban, egyetlen városban, egyetlen világban, annak tökéletes választás. Jó, jövök még vissza, ha majd lesz még érdekes rész, amit bemutatok, vagy más játék, vagy ilyesmi, akkor még jelentkezem. Addig is, sziasztok!